Na gyerünk, egy, két, egy, két, há, egy. Zöld erdőben a tücsök házasodni készül, ölelgeti a legyet. Mi feleségünk elvennének te kis légy, a kicsi nem volnál, hozzám mennék te tücsök, a görbe nem volnál. Többféle kézműves programon vehettek részt azok a gyermekek, akik kilátogattak a Babits Mihály Kulturális Központ farsangjára. Tászba ugrik a majom, megjárja a polkát, híres betyár a babolyt, lesül a burkát. Kovács József múzeumpedagógus Varni tanította a gyermekeket az eseményen, elmondta, miért jó a gyermekeket ösztönözni a kézműves tevékenységekre. Fánkot tudnak varni majd. Aki szeret varni, vagy aki szeretne megtanulni varni, az ide jöhet fánkot varni. Két fő része van, és akkor ezt így először rávarják, és utána csokire szedéket, csoki darabkákat, és akkor így fog kinézni majd. Nagyon egyszerű. A Vosinszky Mór megyei múzeumból jöttünk, és ott van egy ilyen kézműves varrós foglalkozás, varródoboz a neve, ez havonta szokott lenni, mindig az adott hónaphoz kapcsolódóan, tehát egy adott hónapban, hogyha van egy ünnep, akkor ahhoz kapcsolódóan, vagy valami témához kapcsolódóan, és akkor mindig ott szoktuk meghirdetni, és akkor lehet jönni külsősöknek is, be lehet jelentkezni osztályoknak is, iskoláknak is. És akkor most ugye a múzeum zárva van, de meghívtak ide minket, már régóta járunk ide a művelődési háznak a rendezvényeire, és most is eljöttünk. A farsangi szokásokkal a múzeum a Bőrönbe, utazó múzeum, és akkor iskolákba, óvodákba járunk, és akkor a farsangi szokásokról szoktunk beszélni, és akkor zenével, mesével szoktuk bemutatni az óvisoknak, iskolásoknak. Gödrey Zoltán, a kommunikációs osztályvezető elmondta, több programmal is készülnek a jövőben. Mindig egy nagy öröm a legkisebb korosztálynak programból gondoskodni, a legkisebb korosztálynak programmal kedveskedni, és hát ugye az egyik ilyen aktuális program ez a farsangi játszóház. Ezt minden évben lehetőségeink szerint megrendezzük, és hát hál' Istennek nagyon sokan vannak rajta. Sok mindennel készültünk a mai napra, például egy gyerekzenekarral, a Csimota zenekarral, akkor a Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió Mocorgóra csoportja dobta föl itt egy kicsit a csapatot egy ilyen kis interaktív testmozgással, de hát hogyha körülnéz az ember, akkor látja, hogy van itt aztán mindenféle földi jó. Tehát van melegteja, kóstoltatunk fánkot, van óriás memóriajáték, van arcfestés, kézműves foglalkozás, lehet kreatívkodni, van ilyen kis minibaba játszónk, fotófalunk, nagyon menő mesehősökkel és ismert rajzfilm karakterekkel. Úgyhogy igazából idén is mindent megtettünk annak érdekében, hogy majdnem azt mondtam, hogy a sok kisgyerek, de a sok kisgyerek mellett a sok kis mesehős, a sok kis pókember, a kis hercegnők és hercegek megtalálják azt a programelemet itt a farsangi játszóházon, amely nekik a legjobban tetszik. Úgyhogy tényleg minden gyerekprogramnak megvan az a sajátossága, hogy ugye gyermekeknek készül, ők egy nagyon, nagyon szuper és nagyon speciális és egy nagyon-nagyon hálás közönség, és hát tényleg körül lehet nézni. Színházi produkcióink lesznek, érkezik a Charlie Chaplin például, a Nagyvárosi Fények, az lesz február 27-én, meg hát hogyha már így el lehet mondani, akkor www.szexáldagora.hu. Egyébként meg gőzelővel készülünk a március elejé egyik legnagyobb programunkra, a nőnapi kavalkádra. Tehát az is egy olyan program, az ugye a hölgyeknek, a fogalmazhatok így, a gyengébbiknek, nemnek egy nőnapra szánt programsorozat, kézműves vásárokkal, termékbemutatókkal, előadásokkal, workshopokkal,
érkezik Liptai Klaudia március 8-án, akkor lesz nőnapi bálunk március 4-én, lesz retro diszkónk, szóval megállás nélkül, ha fogalmazhatok így, csináljuk a programokat, és várunk szeretettel mindenkit mindenhova. Tényleg a honlapunkon mindig minden program fönt van, mindent megtalálnak, és nagy szeretettel várjuk közönségünket, hiszen ezeket nekik csináljuk. A Babits Mihály Kulturális Központ hasonló rendezvényekre várja a családokat egész évben.